It was a tough game, as all the games we played against them. And I think we were focused, smart. We were the best team. We won. And the feelings and everything surroundings with all the people singing and screaming, it's something you have to live. It's hard to explain how it feels. It's just, it gets you to your heart. And when the people sing the secular song, it's very easy to get some tears coming from your eyes. No, my emotions right now, I'm empty in my head, and I'm very happy and very, very glad and proud of the players. It's hard to say who was the best, because it was a lot of players who was good. Stani in net was really, really good. Ruby has been excellent the whole season, especially now in the final. We've been playing him a lot. Hurtay was very, very good for the whole year as well. Vinny is good, Siki is good, Irvin be good, Molnar. No, it's a lot of players. If I should choose one, I'll choose Stani. Yeah, we're celebrating tonight for sure. Then I don't think about tomorrow or Monday now. It's going to be tonight. That's in my head right now. I'm going to take a shower and then we're going to party for the whole night. Gratulálunk, Molnár Zsolt volt a hazai játékosok egyik legjobbja. Nem sikerült gólt lőnie, de nagyon-nagyon jól látszott. Hogyan látszott belőle? Köszönöm ezt az elismerést. Én mindent megtettem a csapat érdekében, de teljes odaadással játszottam. Nem sikerült gólt lőni, úgy érzem, volt pár helyzetem, de segítettem a csapatot a győzelemhez. Védekeztünk, mindent megtettünk a MOL Liga megnyerésére. Mennyire volt nehéz bentről? Kívülről úgy tűnt, hogy ma nagyon simán ment. Nem volt annyira könnyű, amennyire kinézett. Szerintem erre készült a csapat a legjobban, erre az utolsó mérkőzésre. Tudtuk, nagyon nehéz lesz. Mindig szerintem az utolsó meccs a legnehezebb, az utolsó percek. Oda tette mindenki teljesen magát, abszolút mindenkire nagyon büszke vagyok, a csapattársaimra, az edzőre, az egész stábra, nagyon büszke vagyok és örülök, hogy megnyertük a MOL Ligát. Következik az ünneplés, gondolom. Igen, következik, de rövid ünneplés lesz, mert folytatódik tovább a bajnokság és a kupas, azt is meg szeretnénk nyerni. Kósa Endre, a Csíkjak csapatkapitánya, hogyan látta belülről? Nehéz volt a mai mérkőzés? Nehéz volt azért, mert kötelesek voltunk nyerni, tehát 3-1-re vezettünk, és úgy gondoltuk, hogy nem hosszabbítjuk tovább ezt a rájátszást, és meg akartuk nyerni a mérkőzést. Ne feledjük el, hogy ez olyan volt, mint egy vadászat, mikor a vadkant, tehát a Dunaújvárosra gondolok, amikor a vadkant megsebezed, az még utoljára visszapróbál döfni, és kemény ellenfélnek mutatkozott ma is a Dunaújváros. Méltó ellenfél volt az egész rájátszás folyamán. Kicsit olyan gőcsösen kezdtünk, 2-0 után, hogyha bejönnek a helyzetek, akkor simább győzelem volt, lett volna, de hát hál' Istennek összejött, és így sikerült megnyerni a mérkőzést. Egy kicsit feszültebben, és köszönöm a nézőknek, hogy mellettünk voltak, nagy nyomást gyakoroltak az ellenfélre. Most köszönöm minden szponzornak, támogatóknak, annak is, aki úgy gondolta, hogy nem érdemes velünk fektetni, és kiszállt menet közben. Mindenkinek köszönöm a hozzáállását, és örvendek, hogy így sikerült. Hol ünnepeltek most? Reklámhelye, nem tudom. Ünnepelünk mindenképp együtt a csapattal. Gratulálunk. Hogyan látta a klub elnök? Köszönjük szépen. Hát egy nagyon fontos győzelem volt a mai, hiszen a MOL Ligát sikerült megnyernünk a mai nap, és nem kellett a holnapi vagy a hetedik mérkőzésre várnunk. Hát hogyan láttam? Elsősorban nagyon örülök, hogy tele volt zsúfolásig a csarnok, és nagyon hálás vagyok a közönségnek. Egyrészt, hogy ennyien eljöttek, másrészt, hogy az első másodpercről az utolsó, hogy biztatta a csapatot. A játékosok, hát láttuk, hogy ma nagyon jól ment a játék, egy nagyon jó mérkőzésen, ahol első pillanattól kezdve domináltunk. Talán azt mondom, hogy a játék alapján még nagyobb is lehetett volna az eredmény.
A kapusunk is nagyon jó teljesítményt nyújtott, a külföldi játékosok és a hazai játékosok is úgy szintén. Külön kiemelném Novákot, akinek tulajdonképpen a tércalagnyulása miatt majdnem azt mondom, hogy egylábas mérkőzése volt, és ennek ellenére hát úgy teljesített, ahogyan teljesített. Mi következik most? Ünneplésre van idő? Hát egy kevés ünneplésre van idő, egy vacsora, és talán egy-két sör beleférve sok nem, hiszen hétfőn már játszunk a Románia kupában, és itt megjegyezném, hogy azért is nagyon fontos volt a mai győzelem, hiszen ha ma nem győztünk volna, akkor holnap kellett volna győznünk, ha pedig ma holnap sem győztünk volna, akkor bizony szerdán Dunaújvárosba kellett volna utazni, és a Románia kupa az pedig úgy folytatódott volna, hogy csütörtök Bukarest, péntek Csíkszereda, szombat vasárnap Brassó. Ez emberileg tulajdonképpen lehetetlen, tehát az már nem is profi sport. Köszönjük szépen, és még egyszer gratulálunk. Köszönöm szépen. Gratulálunk Moldován Ervin, sok-sok, szóval több román bajnoki cím után elnyerte a MOL ligát is. Úgy tűnt kintről, hogy nagyon-nagyon akart ma játszani, nagyon mindent megtett. Nagyon nehéz, fontos mérkőzésünk volt, mivel hogy a MOL liga két ország csapatai mérik fel az erejüket, és úgy tűnt, hogy a két legjobb csapat került a döntőbe, és sikerült nagyon szorosan megnyerni. Ez nagyon hiányzott, mivel hogy román bajnoki címem is van, román kupám is van, Pannonia Liga döntőt is nyertem, és ez már nagyon hiányzott a bajnoki címek közül. Örülök, hogy sikerült, szerettem volna gólt lőni, de remélem, hogy a román bajnoki döntőn majd lövök. A közönségről? Nagyon mellettünk álltak, szerintem egy 40%-ot a közönség adott nekünk, bíztattak. Reméljük, hogy ezután is ki fognak látogatni a mérkőzésenkre, és ugyanis segítenek nekünk. Ünneplés lesz? Most lesz egy ünnepi vacsora, és nagyot nem tudunk ünnepelni, mivel hogy hétfőn már a Románia kupa mérkőzésünk van. Gratulálunk! Goga volt a csapat egyik kulcsjátékosa. Nagyon jól működött a védelem. Igen, erre alapoztunk, nagyon sok hangsúlyt fektettünk a védelemre. Tudtuk, hogy ezen alapszik mostan ez a cím. Próbáltunk minél többet az ők harmadikba játszani, minél kevesebbet a miénkbe, szerintem ez volt a titka ennek a győzelemnek. Lőttél egy nagyon szép gólt a döntő során. Igen. Nagyon fontos gól volt, az pont a második harmad elején. Így visszajöttünk a játékba, megint éreztük a ritmust, és sikerült hozni azt a mérkőzést is. Mi következik most? Lesz ünneplés? Hát most egy kicsit ünnepelünk, de sok idő nem marad rá, mivel hogy hétfőn már megint mérkőzésünk van délután a román bajnokságban, ha jól tudom. Úgyhogy sok idő nem maradt tényleg az ünneplésben. Nagyon szívesen. Kemény, kiegyensúlyozott volt a mai mérkőzés is, és az első pár percben ugyan a HSZ Csíkszereda két remek beszabott szép gólt szerzett, de azért végig nyitott volt, és bármi megtörténhetett volna, ugye a végén az utolsó percekben, utolsó másodpercekben dőlt el, ugyanolyan volt, mint az egész liga. Tehát a liga az egy kemény, kiegyensúlyozott liga volt, 6 csapat indult úgy útnak minimum, hogy meg akar nyerni ezt a kiírás, és ebből a 6 csapatból az a 2 jutott el a döntőig, amely az első pillanattól legjobban akarta a döntőbe való kerülést, illetve a sereg elhódítását, és ez a 2 közül is az nyerte meg, amely a legacélosabb volt az egész szezon folyamán, a legkiegyensúlyozottabb, a legstabilabb játékot tudta mutatni.